A Kalocsán szolgált alakulatoknak állít emléket az a katonai emlékmű, amelyet szombaton ünnepélyes keretek között avattak fel városunkban a Csillás Parkban. Kialakítását már vagy 20 éve a 24. harckocsi ezred baráti kör kezdeményezte, és most arra sikerült azt megvalósítani. Az átadó ünnepségen a vendégeket a város és a képviselők nevében Kinyóné Lakatos Melinda alpolgármester köszöntötte, majd Demeter Mária országgyűlési képviselő szólt az egybegyűltekhez. Beszámolt Kalocsa katonavárosi életéről, felidézve a jelentősebb történelmi eseményeket, szónoklatában méltatta azt az összefogást, aminek eredményét mostantól mindenki megcsodálhatja. Ez az emlékmű létrehozóinak célja szerint Kalocsa katonavárosi identitását hivatott megörökíteni. A helyi civil szervezetek és a kalocsai önkormányzat összefogásával és munkájával hosszú idő után létrehozott emlékmű is azt bizonyítja, mennyire fontos a helyiek számára, valamint a városban valaha szolgált és a ma is itt élő katonák számára is a Kalocsára, mint katonavárosra való emlékezés. A képviselő beszéde után Kardos Alexandra, a Kalocsai Fényi Gyula általános iskola belvárosi tagozatos tanulójának a szavalatára került sor, majd Cserháti Ákos nyugállományú mérnök alezredes, a 24. harckocsi ezred baráti kör elnöke vette át a szót, aki arról számolt be, hogy hogyan valósult meg a tervük mostanra. Az ünnepi beszédek után kezdődött el az emlékmű megkoszorúzása a hartai fúvósok közreműködésével. Az emléktáblákon sorrendben a Kalocsán szolgált alakulatok nevei olvashatóak. Klasszikus katonavárosunk, hiszen az Alföld az egyik legnagyobb helyőrség volt Kalocsán, hiszen nem csak a 7-es hadosztály részei, hanem például a 3. hadtest, illetve a 2. katonai keret parancsnokság részei is itt települtek ebbe a városban, és azért nem szabad elfelejteni, hogy több mint 2000 hivatásos, közalkalmazott 17-es teljesítményt szolgáltott, lehet, hogy még több is, nem tudjuk pontos számot adni. Csak példaként mondom, hogy volt olyan találkozunk például a harckocsi ezrednél, amikor 130-an jöttünk össze az ország különböző részéről. A parkban felállított emlékmű méltó helyszíne lesz az emlékezésnek, és a tervek szerint különböző katonai összejöveteleket is itt fognak tartani.